Véget ért az Éjszaka a Földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És Nyíregyháza város önkormányzatának közös adománygyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskola táskád című kampány során az iskola kezdéssel kapcsolatos használt, de még jó állapotú tárgyakat gyűjtötték július 12-e és augusztus 24-e között. A kezdeményezés célja kettős volt, csökkenteni a hulladék mennyiségét, ugyanakkor segíteni a rászorulókat. Az akció keretén belül megvalósul az a humánus adományozás is, amire Nyíregyháza lakossága mindig is vevő volt, és az előző akcióink is nagyon sikeresnek mondhatóak, mert több száz olyan iskolakezdési eszköz gyűlik össze az akció keretén belül, amit különböző úton, módon el tudunk juttatni a rászoruló családok részére. Jászai Menyhért alpolgármester úgy fogalmazott, Nyíregyháza lakossága idén is jelesre vizsgázott emberségből. Láthatóan észre ez a program, engem is személyesen nagyon sokan megkerestek, mert tudták, hogy ez a program, és közvetettem a családsegítők felé, kinek kell segítség. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó együttműködésre van szó az önkormányzat, a vállalkozás, a cég, illetve az intézmény között. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ éves szinten közel 6000 fővel áll kapcsolatban a nyíregyházi járás területén, akik számára széleskörű támogatást nyújtanak a szociális tanácsadáson túl az élelmiszer és tárgyi adományozásig. Tudjuk tapasztalatból, hogy a szolgáltatásokon túl borzasztó nagy jelentősége van annak, amikor egy rászoruló családnak egyfajta tárgyi segítséget is tudunk nyújtani, hiszen ha már élelmiszeradományjal, ruhaadományjal, bútoradományjal tudjuk segíteni a hétköznapokat, akkor ez az ő életükben is egy előrelépés. Mi csak abból tudunk gazdálkodni, amit a lakosság, illetve az ilyen nagyszerű partnereink akció keretében felajánlanak nekünk, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezt a lehető legjobb helyre juttassuk el. Éppen ezért ez a célunk, hogy a személyes ismerettségből adódóan mindig figyeljük a családoknak a szükségleteit, igényeit, és erre megpróbáljunk reagálni. Nyilván az iskolakezdés is legalább olyan kiemelt időszak, mint a karácsonyi adománygyűjtő akció, és igyekszünk ezen kívül is minél több családot támogatni abban, hogy egy sikeres és tényleg egy boldog iskolakezdés legyen a gyerekeknek. Az adományok egy részét már át is vehették a rászorulók, összesen 111 darab iskolatáska, 65 darab toltartó, 42 darab tornazsák és 162 darab füzet gyűlt össze magánszemélyektől, valamint 3 alapfokú oktatási intézményből.